Nyolcadik fejezet Temnén a dolgozó szobájában felalá járkált, a kandalló előtt olyan éleseket fordult, mint egy kés. De hát ők a szövetségeseink, dühöngött. Luciennel a kandalló mellett ültünk egy-egy karosztékben. Ezek szörnyetegek, tiltakoztam. Lemészároltak három ártatlan embert. Rám kellett volna hagynod ezt az ügyet. Alig tudta visszafolytani a haragját. Gyerekesen viselkedtetek. Szúrós pillantást vetett Lucien felé. Többet vártam tőled. Tőlem nem? kérdeztem halkan. Temlin zöld szeme most a kemény jádekőre emlékeztetett. Téged személyes kötődés fűz az emberekhez. Őt nem. Pontosan ez a gondolkodásmód. Fortyantam fel a karfát szorongatva. Tette szük szükségesi a falat a tündérek és az emberek között, mert a tündéreket az ilyen gyilkosságok teljesen hidegen hagyják. Tudtam, hogy az őrök kint hallanak, mint ahogy bárki más is, aki erre jár. Egy élet kioltása bármelyik oldalon személyes ügy. Vagy neked csak a főugrak élete számít? Temlin hirtelen megállt és rámordult Lucienre. Kifelé, téged később lerendezlek. Ne beszélj így vele, Sziszektem és felpattantam. Az egész szövetséget kockára tettétek a kisded játékaitokkal. Tőlem akár elmehetnek a pokolba, kiáltottam. Lucien megrezzent. A nyakukra küldted Bugit, üvöltötte temlin. Nekem a szemem sem rebbent. Tudtam, hogy az őrökként mindent hallanak. Az egyik ugyanis döbbenetében köhögött egyet. Hangosan folytattam, hogy garantáltan hallják a továbbiakat is. Megkínozták az embereket. Azt akarták, hogy szenvedjenek. Arra gondoltam, hogy Bugi egyike azon kevés lénynek, akik ezt viszonozni képesek. Lucien ad Bugi nyomára. Óvatosan csaltuk el a táborba, Datken és Pranak épp a tábortűz mellett hencegtek a tettükkel. Sikerült meglógniuk, de csak heves harcok árán. Az arcuk még órákba, órákkal később is krétafehér volt, a szemükben pedig ott égett a gyűlölet. Akárhányszor is a pillantásunkra méltattak bennünket. Luciana a torkát köszörülte. Nem, Az áldozatok még szinte gyerekek voltak. Fejrú megparancsolta a hánybennieknek, hogy álljanak le, de ők nem törődtek vele. Ha hagytuk, hogy a fejünkre nője, fejünk felett döntsenek, akkor többet kockáztatunk, mint csupán a szövetségüket, a bugi az eszükbe véste, hogy a mi karmunk is éles. Temlin továbbra is engem bámult, amikor Lucienhez szólt. Kifelé! Annyira erőszakosan mondta, hogy egyikünk sem ellenkezett. Lucien kiosont a szobából, és becsukta maga mögött a szárnyas ajtót. A mágiámat a folyosóra irányítva megéreztem, hogy a lépcső alján ült le, hogy hallgatózzon. A folyosón posztoló hat őrrel együtt. Olyan egyenesen álltam, mint aki karót nyelt. Úgy szóltam Temlinhez. Nem beszélhetsz így velem. Megígérted, hogy nem fogsz így viselkedni. Neked fogalma sincs arról, micsoda kockázatot. Hagyd abba ezt a lekezelő stílust. Azok után, amin keresztül mentem, hogy visszakerüljek ide hozzád, népünk körébe, vagy azt hiszed talán, hogy bárki örül a Heinbernnel való együttműködésnek? Szerinted nem látom az arcukat? Nem látom az arcukon a kérdést, hogy megérdemlem -e ezt a megalázó helyzetet? Kapkodva vette a levegőt. Jól van, ugyanis fel akartam idegesíteni. Elárultál bennünket, hogy visszaszerezz engem, mondtam higgadtan. Eladtál bennünket Heinbernek. Kérlek, nézzel nekem, hogy valamennyi méltóságot vissza akarok szerezni abból, amit te eldobtál. Kipattantak a karmai és állati morgás tört fel belőle. Merő szórakozásból ölték meg ezeket a fiatalokat, folytattam. Lehet, hogy te hajlandó vagy térden csúszni a hány benniek előtt, de én biztos, hogy nem. Kirobbant. A bútorok összetörtek, szanaszét repültek, az ablakok megrepettek, kitörtek, én pedig nem védtem magam mentális védőpajzsal. Az íróasztal belém vágódott, nekiestem a könyves polcnak, belém nyilalt a fájdalom, ahol a hús és a csont ütközött a fával. Térdre estem a szőnyegen. Temlin előttem termett, remegett a keze. Az ajtó kivágódott. – Mit művelsz? – lihegte Lucien. Temlin elborzadva nézett maga elé, Lucien egyszerűen félretolta és felsegített. Valami nedves, meleg folyt le az arcomon, a szag alapján vér. Gyere, mosakodj meg! Szólt Lucien, átkarolt és kikísért a szobából. Annyira csengett a fülem, hogy alig hallottam és forgott körülöttem a világ. Az őrök, köztük Bron és Hárt, Temlin bizalmasai, döbbenten bámultak, ide-oda kapkodták a fejüket a szétvert dolgozószoba és az arcom között, amikor egy aranyozott tükör előtt mentem el a folyosón, és futó pillantást vetettem magamra, tudtam, mi váltott ki ilyen megütközést. A tekintetem üveges volt, az artom krétafehér, kivéve a járomcsontom maradt, mert ott olyan három centiméter széles vágás égtelenkedett, amiből szivárgott a vér. A nyakam és a kezeim is tele voltak kisebb horzsolásokkal. A hajnal udvarának főurától származó gyógyító, tisztító mágiámat viszont ezúttal visszafogtam, és hagytam hadvérezzenek a sebek. Fejru, lihegtetem lim mögöttünk. Megálltam, éreztem, hogy minden tekintet rám szegeződik. Jól vagyok, suttogtam. Ne haragudj. Letöröltem az arcomon csordogáló vért jól vagyok, ismételtem meg. Senki temlén sem hit nekem. Ha lefestettem volna azt a jelenetet, akkor azt a címet adtam volna neki, hogy a csali kivetve. Rizend akkor üzent a kötelékünkön keresztül, amikor a kádban áztattam magam. Megsérültél? Alig hallottam a kérdést, még annál is rosszabb volt az adás, mint pár napja. Néhány horzsolástól eltekintve meg vagyok, semmi olyan, amivel ne boldogulnék. A sérüléseim nem tűntek el, a gyógyulásnak nem volt jele. Ezúttal talán túl könnyelműen fogtam vissza a hajnal udvarától kapott gyógyító mágiát. Hosszú idő múlva jött csak válasz, szinte árat a szó, mintha gyorsan mindent el akarna mondani, mielőtt a kötelékünk újra elnémul. Túl jól ismerlek ahhoz, hogy arra kérjelek, legyél óvatos, vagy gyere haza. Pedig azt akarom, hogy gyere, mielőbb. Őt meg legszívesebben holtan látnám, mert kezetem emelt rád. A hatalmas távolság ellenére is éreztem, mennyire dühös. Nyugodt, tárgyilagos hangon feleltem. Valójában a mágiája ért hozzám, nem a keze. Kihűlt a kádvizem, mire megjött a válasz. Örülök, hogy a humorérzéked még nem vesztetted el, én már igen. Egy képet küldtem vissza neki, hogy kinyújtom rá a nyelvem. Már felöltöztem, mire újra jelentkezett, és hozzám hasonlóan nem szavakkal, hanem képpel válaszolt. Ő is kinyújtotta a nyelvét, csak közben valami másra használta. Másnap ragaszkodtam hozzá, hogy kilovagoljak. Bront és Mártot kértem kísérlőnek. Nem beszéltek sokat, de éreztem vizsgálódó tekintetüket, miközben lovagoltunk a tavaszi erdőben. Éreztem, hogy az arcomon lévő sebet mélegetik. A kék foltjaimat elrejtette a ruhám, de az arcom időnként eltorzult a fájdalomtól. Meglepetésemre a sebeim még nem gyógyultak be teljesen, bár ez most kapóra jött. Temlina vacsoránál könyörgött, hogy bocsássak meg neki, és én megtettem. Lucien nem szólt hozzá egész este. Julian és az ikrek láthatóan húzták a szájukat, amikor halkan bejelentettem, hogy el kell halasztanunk a következő útunkat a falhoz, mert a sebeim és a fájdalmaim miatt nem tudom őket elkísérni. Temlin ugyanakkor nem merte felvetni, hogy nélkülem menjenek. Ettől a küldetéstől nem mert megfosztani. A horzsolásaim és a lira folytjaim emlékeztették arra, hogy ha ember lennék, akkor lehet, hogy már nem is lennék az élők sorában. Az ikrek beadták a derekukat. A rájuk küldött bogi rossz még élénken élt bennük. A védőpajzsom még sértetlen volt, nem csak az enyém, de a többiek körül is. Az erőfeszítéstől állandóan fájt a fejem, és a mágiám minden formájában meggyengült. Az pedig végképp kimerített, hogy a mágiámmal beléptem a fiatalok tudatába. Magamhoz hivattam ilyentét, finoman utalva arra, hogy szükségem van a vigasztalására, minden részletet ismert a dolgozó szobában történtekről, és azt is elpötyögte, hogy Temlin gyónt neki, feloldozást kérve a nagyanyától, az üstől és mindenkitől. Én is előadtam neki, hogy megbocsájtottam Temlinnek, és úgy csináltam, mintha fontos tanácsadómnak tartanám őt. Este népes asztalunknál ülve kifejeztem azt udvaroncok és a sokan mások előtt, hogy milyen szerencse, hogy van nekünk egy temlénünk és egy ilyenténk, akik megvédik a hazánkat. Nem értettem, miért nem látott senki sem keresztül a játékomon, miért nem vették észre, hogy a szavaimmal kihívást intéztem hozzájuk. Megfenyegettem őket, és utoljára utaltam arra, mi fog történni. Hajnalban kicsivel éjfél után hét naga tört be a birtokba. Még azelőtt leterítették őket, hogy elérték volna a házat. A támadást ilyen látomása természetesen magától az üstől kapta, hiúsította meg. A káoszra és kiabálásra mindenki felébredt a birtokon. Én a szobámban maradtam, őrök vigyáztak az ablakom alatt és az ajtó előtt. Temlin vérfoltosan zihálva jelentette be, hogy a környék újra biztonságos. A nagáknál megtalálták az elveszett kulcsomót is, reggel lerendezni azt az őrt is, aki elvesztette. Érthetetlen baleset, olyan lények utolsó erődemonstrációja, amik amarant a bukása után is épp oly brutálisak maradtak, mint előtte. De ilyen te megmentett bennünket. Másnap reggel a laktanyánál gyűltünk össze. Lucien arca sápat volt, kimerültnek tűnt, a szemek körül karikák. Egész éjjel nem aludt. A Heinberni ikrek és Julian némán komoran álltak mellettem. Az őrt két oszlop közé feszítették ki. Temlin előtte járkált fel alá. Az volt a feladatod, hogy őrizd a birtokot és az itt élőket, mondta Temlin a reszkető férfinak, akit derékig levetkőztettek. Nem elég, hogy tegnap éjjel elaludtál az őrhelyeden, ráadásul a te kulcsomód veszett el. Temlin halkan felmordult. Elismered bűnösséged? Eddig még egyszer sem aludtam el. Soha nem fordult még ilyen elő velem. Egy-két percre szundíthattam csak el. Hevegett az őr, a kötelek nyikorogtak, ahogy megfeszült. Kockára tetted az életünket. Ezt nem úszhatja meg büntetés nélkül, úgy, hogy itt vannak a hánybenni hercegek. Nem mutatkozhatunk előttük gyengének. Temlin kinyújtotta a kezét, Bront ment oda hozzá, teljesen közömbös arccal és egy korpácsot nyomott a kezébe. A többi őr, Temlin bizalmasai toporogni kezdtek. Egyesek dühötten pillantottak rá, mások inkább kerülték a tekintetét. Megfogtam Lucien kezét, meghökkenésem valódi volt. Ilyen lépett előre a kezét összekulcsorva. Húsz kormácsütés, és még egy, hogy az üst bocsásson meg neki, az őrök gyűlölködő pillantást vetettek rá. Temlin meglendítette a korbácsot és a porba sújtott vele. Eljött az én időm. A mágiámmal behatoltam a katona tudatába, és megparancsoltam neki, hogy beszéljen és tárja fel az igazságot. Felszabadítottam a tudatát, és megoldottam a nyelvét. Ő volt. Zihálta az állával, ilyen felé bökött. Ő lopta el a kulcsokat. Temlin döbbenten nézett és minden tekintet ilyen tére szegeződött. A papnő egyetlen arcizma sem rándult. Kíváncsian vártam, mit fog lépni a napfordulós erődens demonstrációmra, ezért aznap egész éjjel figyeltem őt a tudatommal. Néhány perccel azután, hogy távoztam az ünnepségről, ő eljött a laktanyába valamilyen varázslattal elaltatta az őrt, és elcsente a kulcsait. Később figyelmeztette az őröket, hogy nagatámadás várható. Azután, hogy odaadta a nagáknak a kulcsokat, a látszat az volt, hogy ő mentett meg mindannyiunk életét. Okos ötlet lett volna, ha a császövésével nem játszott volna épp az én kezemre. Ilyen te dallamos hangom megszólalt. Mégis miért loptam volna el a kulcsokat? Hiszen én figyelmeztettelek benneteket a támadásra. Ha a laktanyánál jártál akkor. Láttalak. Erősködött az őr, aztán könyörögve Temlénre nézett. Rájöttem, hogy nem a fájdalomtól fél. Magukat a korvácsütéseket elviselni, ha megérdemlélné őket. A becsületét félti. Azt hittem, Temlén, hogy az őreid nem aljasulnak le ennyire, hogy hazudozzanak, így próbálva elkerülni a jogos büntetést. Ilyen te arca közömbös maradt, mint mindig. Temlin becsületére legyen mondva, figyelmesen tanulmányozta az őrt. Ekkor én jelentkeztem szólásra. Tudni akarom, szerinte mi történt. Az őrök közül többen sóhajtottak, és rokon együttérzéssel néztek rám. Ilyen te felszegte az állát. Minden tiszteletem a tiéd, úrnőm, de ebben az ügyben nem te ítélsz. Megtörtént próbálja kijelölni a szerinte engem megillető helyet, csak azért, hogy bosszantsam, levegőnek néztem, és így szóltam az őrnek. Hallani akarom, hogy szerinted mi történt. Rászegeztem a tekintetem, bár közben lélegzett visszafolytva, azért fohászkodtam, hogy ilyentek kapja be a csalic. Egy őr szava szerinted felette áll a főpapnő szavának? Nem teljesen játszottam meg az undoromat, az viszont némi erőfeszítésembe került, hogy elfolytsam diadalittas mosolyomat. Az őrök mocorogni kezdtek a sértés és a leereszkedő hang nem hallatán, bár eredetileg talán nem voltak teljesen meggyőződve társuk ártatlanságáról, ilyen szavai után már érezték, hogy vaj van a fapnő füle mögött. Ekkor temlére néztem, és láttam, milyen szigorú a tekintete. Átlátott ilyentén, túlzásba vitte a tiltakozást, Temlin valószínűleg rájött, hogy ilyen te maga tervezte meg a nagatámadást, hogy a megmentő szerepének eljátszásával erősítse a hatalmát és a befolyását. Temlin arcára kiült az elégedetlenség. Oda nekik a kötelet, éreztem, hogy itt a pillanat, amikor kiderül, felkötik-e magukat vele. Még egy lépést tettem előre, és csitítóan felemeltem a kezem. Talán félreértés az egész, mondtam Temlinnek. Ne fozd meg az életétől, vagy a becsületétől, hallgast meg! Temlin tekintete kisé ellágyult, hallgatott, töprengett. Micsoda dráma! morgolódott mögöttem Brenek, elég hangosan ahhoz, hogy mindenki hallja. Gyengék, sebezhetőek, megérettek a megszállásra. Láttam a Temlin arcán átszikázó gondolatokat, és mintha ajtók csapódtak volna be a nyomukban, itt nem volt mit félreérteni temlés számára már semmiképpen. De te méregetett, ahogy az összegyűlt tündérek előtt álltam. Újra megpróbáltam elől ellopni előle a sót, és nála nagyobb befolyásra szert tenni. Ha bevallja a bűnét, azzal neki befelegzett. Temli már majdnem megszólalt, de te megelőzte. A törvényeket be kell tartani mondta nekem, olyan lágy hangon, hogy legszívesebben végig volna a körmömmel az arcán. A hagyományokat is. Az őr visszaélt a bizalmunkkal, és a hanyagsága miatt vér folyt. Most pedig a főpapnőt igyekszik megvádolni, pedig a hibát ő követte el. Ez nem maradhat büntetlenül. Temlín felé biccentett. 21 korbácsütés főúr. Ilyen térről Temlére néztem, kiszáradt a szám. Kérlek, hallgass végig az őrt! Az oszlopok közé kikötött őr tekintete megtelt reménnyel és hálával. A bosszum most már valami guztustalan, idegen és undorító dolog felé irányult. Helyre fog jönni, a fáj... fájdalmai elmúlnak, de ha ő elveszíti a becsületét, azzal az én tisztességem is csorbát szenved. Temlén rám nézett, aztán ilyen tére végül a tekintete a vigyorgó hánybenni ikerpára és Julianra siklott, aki karba tett kézzel közömbös áll, arccal állt. Kockáztattam, és a sejtésem beigazolódott. Temlén kontrollmániája, kontrollmániája nyert, muszáj volt erősnek látszania. Ilyente túl fontos szövetséges ahhoz, hogy megkockáztassa az elszigetelődést. Egy alacsony rangú őrszava nem nyomhat annyit alattba. Temlin a póznák közé kifeszített őrhöz fordult. Tedd a pecket a szájába, utasította halkan Bront. Bron egy pillanatig tétovázott, mintha teljesen letaglózta volna a döbbenet, és nem csak őt, hanem a többi őrt is. Temlin saját hű alatvalóival szemben ilyen temellé állt. Ezek a katonák újra és újra átkeltek a falon. Át a halandók földjére is próbálták megtörni a temlint csújtó átkot. Örömmel tették, és boldogan haltak megérte farkas alakban, ahogy András is a farkas, akit én terítettem le. Temlin küldte őket, ők készséggel mentek, és nem mindenki jött vissza. Ez volt érte a köszönet. Bron követte a parancsot, és becsúsztatta a fadarabkát a reszkető őrszájába. Az őrök arcán alig leplezett megvetés suhant át. Tudták, vagy legalábbis sejtették, a főpapnő rendezte az egész támadást, hogy a tavasz udvarának megmentőjeként tüntesse fel magát, és ezért az egyik társuk jó hírét is képes volt feláldozni. Arról fogalmuk sem lehetett, hogy ilyentét én tereltem erre felé, hogy mutassa már meg végre, milyen egy kígyó, akinek a szemében nem ér semmit egy rang nélküli ember. És hogy azt is lássák, hogy temnénk kérdés nélkül, hallgat rá bármit is mond. Nem játszottam meg magam, amikor a torkomra tett kézzel hátráltam egy lépést, aztán még egyet, egészen addig, míg Lucien meleg testét meg nem éreztem magam mögött, nekidőltem. Az őrök ilyentét méregették, aztán a Heinberni testvérpárt. Temlin mindig egy volt közülük, értük velük harcolt mostanáig. Míg Heinber fel nem bukkant, most ezeket az idegen szörnyetegeket a saját népe fölé helyezte. Egy fondorkodó papnő kezébe tette a sorsát. Temlin tekintete rajtunk nyugodott, Lucien a kezét támogatóan a karomra tette, Temlin felemerte a korbácsot. Fülsiketítő volt, ahogy a levegőbe hasított, az egész laktanya, de még a ház is beleremegett. Mintha az udvar alapjait zúzta volna szét vele.